Szia Robi, azt vettem ki a szavaidból, amikor Varga Iritról beszéltél, hogy ugye arra hivatkozta, hogy Varga Iritról kiderült, vagy túl kiderült, hogy megpofozta a volt férjét Magyar Pétert. De mintha azt vettem volna ki, hogy ezt arra alapozott, hogy ő mondta. Bennem ez olyan érzés keltett, hogy az a 1 óra 45 perces beszélgetésnek 1 óra 43 perce full hazugság, de ez pont igaz. Ezt meg tudnád cáfolni, vagy ez hogy néz ki a te olvasatodban? Nem, én minden mást is elhiszek a Varga Juditnak. Én elhiszem a Varga Juditnak, hogy a Magyar Péter levette a nadrágját és hozzávágta. Én elhiszem, hogy a nadrágban lévő csat megütötte a hátát. Én elhiszem, hogy a Magyar Péter a könyvespolcról könyveket sodort le, amelyek esetleg ő hozzá is hozzáértek, esetleg megütötték, földre kerültek, ő azután másnap rendet rakott utána. Én elhiszem a Varga Juditnak, hogy megpofozta a férjét. Elhiszem a Varga Juditnak, hogy a férje csúnyán beszélt vele, és elhiszem a Varga Juditnak, hogy Rogán Antal iratokat csempészett ki az ügyészségi jegyzőkönyvekből. Mindezt elhiszem Varga Juditnak. Én hiszek Varga Juditnak. De nem csak azt hiszem el Varga Juditnak, amit a Rogán Antal megrendelt tőle, hanem mindazt elhiszem a Varga Juditnak, például azt is, amit azonnak a hangfelvételen mond. A Spirit FM-en azt mondta, hogy a bántalmazást azt ugye nem így ismerjük. Picit, mintha relativizáltad volna a bántalmazás fogalmat. Hogyan ismerjük a bántalmazást a párkapcsolat erőszakban? Az kell, hogy fizikai pofon legyen, kell, hogy legyen nyoma, vagy elég, hogyha éveken át terrorizálnak valakit szavakkal, érzelmileg, ahogyan te is beszéltél arra, amikor volt kapcsolatodban, ezt te is átélted. Nem, az teljes értékű bántalmazás, hogyha valakit verbálisan bántalmaznak, ez egy másik fajta bántalmazás. Spirit FM-en azt mondtad, nem így ismerjük a bántalmazást. De nem úgy ismerjük a bántalmazást, hogy nadrágot dobnak a másikhoz. Az nem, az pont nem így ismerjük. Nem úgy ismerjük a bántalmazást, hogy a polcról könyveket sodornak. Nem relativizálás, Robi? Nem, ez nem relativizálás. A relativizálás az lenne, hogyha mondjuk valakit megütöttek volna fizikailag, és arra azt mondanám, hogy ez semmiség, egy pofon nem pofon, én is rendes ember lettem, pedig hát én is kaptam apámtól pofon. Na, az a relativizálás. Az, hogy a nadrágot hozzávágni a másikhoz, ez nem a családon belüli erőszaknak az egyik neme, ez nem relativizálás. Én értem, hogy nem egy barátságos gesztus a nadrágot hozzávágni valakihez. De ha valaki inkább egy tünet. De ha valaki fenyíti a másikat, én nekem az a tapasztalatom, meg a józanész is azt diktálja, hogy ő kiveszi a nadrágból a szíjat, és azután üt. Nem a nadrág, nem tartja a nadrágban a szíjat, amikor szíjjal ver valakit, hanem kiveszi belőle. Egy bizonyára igazad van, Robi, és egy dühös ember végig gondolja azt a dühében, hogy most kihúzom a nadrág szíjat, rátekerem a kezemre úgy, hogy az övcsat kifelé álljon, és úgy fogok ütni. Bizonyára egy bántalmazó dühös ember fejében ez játszódhat le. Nem tudom, nem látok bele, nem vagyok a terapeutája. Egyetlen utolsó kérdés, és hagylak is a közönségeddel. Fönt kibontakozott egy komoly vita a hírklikes reklámoddal kapcsolatban, hogy te azokkal az emberekkel szerepeltél, azokkal az MSZP-sekkel és a SZDSZ tagjaival, akiket korábban megvetettél a hírklik reklámjában, és az én álláspontom az, hogy mégiscsak szerepeltél benne, fönt viszont azt mondják, hogy nem, te ezt elítéled. Mi a te álláspontod? Én nem hiszem, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Én nem hiszem, hogy az minősítene egy véleményt, hogy milyen logó szerepel a képernyőn, miközben beszél. Én nem hiszem, hogy egy közszereplőt az minősítene, hogy abban a szerkesztőségben, ahol előadja magát, ott ki nyilatkozik, és hogyan. Ez egy törzsi gondolkodás. A törzsi gondolkodás az, hogy aki ehhez a törzshöz tartozik, az ennek a törzsnek az orgánumaiban szerepel, aki amahoz a törzshöz tartozik, az meg abban. Én meg úgy állok ehhez hozzá, hogyha engem megfizetnek, akkor én annak a pénznek az ellenértékét a munkám képében, a legjobb lelkiismeretemmel, a legjobb szakmai és erkölcsi normáim szerint elvégzem, és ez egy korrekt deal. Én dolgoztam a Széles Gábornak a Echo TV-jében. Megsporolom, ezt elmondtad már a videódban, és ahonnan ezt idéztem, ahogyan azt is, hogy Antikrisztus TV-nek nevezted az ATV-t, ahová most bejársz, én ezt elfogadom. Viszont miért veszed el akkor a jobboldali vagy konzervatív sajtómunkatársaktól azt a lehetőséget, hogy ők is a saját erkölcsi normáik szerint dolgozzanak meg? Mert ugye rendszeresen mondjuk, hogy propagandista, ilyen propagandista, olyan. Engem a te műsorodban Boros Péter, Tamás lesegnyalózott, azért, mert én konzekvensen 4 éve ugyanazt a véleményt mondom, bárki is legyen hatalmon a világban, bárhol. Miért veszed el a jobb oldaltól azt a lehetőséget, hogy mi önálló véleményt formáljunk, ha egyszer ugye engem a pesti srácoknál megfizetnek az önálló véleményemért, téged akkor nem értem ezt, nem tudom ezt hová tenni, Robi, az a baj ebben, mert téged megfizetnek és te önállóan gondolkozz, de ha engem fizetnek, meg én propagandista vagyok. Miért? Mert a vélemény az beilleszkedik a Rogáni narratívába. A tiéd nem illeszkedik a Magyar Péteri narratívába? Sőt,
Hát jó pár esetben nem. Éppen a múlt héten jelent meg kritikám a Magyar Hangban Magyar Péterrel, Magyar Péter által megfogalmazott véleményekkel kapcsolatban. Amikor Gergő kritikára, a korábban megjelent kritikáira hivatkozott, amikor erre, akkor te kinevetted őt. Én miért ne nevethetnélek ki téged a te kiragadott kritikáid alapján? Természetesen kinevethetsz. Arról van szó, hogy a törzsi gondolkodás azt követeli meg, hogy aki itt ennél az orgánumnál dolgozik, az rendes hazafi, aki annál az orgánumnál dolgozik, az meg rendes európér, rendes demokrata, mindenki más, az meg gazember, és így nem a polgár gondolkodik, így a valamelyik törzsnek a kliense, vagy valamelyik törzsnek a kádere gondolkodik. A polgár az úgy gondolkodik, hogy az én meggyőződésem szerinti véleményt fogom elmondani, és ha megfizetnek érte itt, akkor itt mondom el, és annak a terjedelmében, amennyit az én véleményem kitesz, ott azon a felületen szólásszabadság van, ott véleményszabadság van, ott sajtószabadság van, és nem vagyok hajlandó vizsgálni, hogy kik dolgoznak ebben a szerkesztőségben, és az alapján én róla mi lesz a vélemény. Ami meg az Antikrisztus TV-t illeti, én soha nem rejtettem véka alá azt, hogy mi az én problémám a neoprotestantizmussal és a neoprotestantizmushoz tartozó protestáns etikával, ami tulajdonképpen a Bibliába könyvjelzőként elhelyezett tőzsdeindex képében azonosítható. Tehát azt gondolom, hogy a Biblia az egy kifejezetten krisztusi, a tőzsdeindex meg egy kifejezetten antikrisztusi vívmány. Ennek megfelelően a kettő, amikor összefonódik, az az én szememben a krisztusi evangéliumnak a dekonstrukciója, és a mai napig nem vizsgálom, vagy nem látom be, hogy felül kéne vizsgálnom ezt az álláspontomat. Megsporolom neked a levegőt, attól, Robi. Attól, hogy én ebben az orgánumban, a Spirit FM-en, vagy az ATV-ben szerepelek, attól még én, nekem ez továbbra is ez a véleményem. Nem gondolom azt, hogy azáltal, hogy a Németh Sándornak a cégcsoportja fizet ki engem, az a pénz, amiért én a legjobb meggyőződésem szerint megdolgozom, az Antikrisztusnak a Júdás pénze lenne. Nem gondolom. De akkor Robi, lenne az, Robi, hogyha azért a pénzért, ha azért a pénzért én elárulnám a Jézus Krisztust, akkor lenne Júdás pénz. Jó, elfogadom neked ezt, és örülök, hogy meg tudunk abban egyezni, hogy mind a ketten szabadon nyilvánítunk véleményt azon a platformon, ahol vagyunk, ahol jelenleg publikálunk vagy dolgozunk, és igazából ezt a beszélgetést valahol be kell fejezni, mert szerintem reggelig tudnánk folytatni. Köszönöm neked ezt az interjút. Köszönöm.